A hétfő hajnali hatalmas földrengés Szíria területeit is érintette. A háború által sújtott településeken azonban a nemzetközi szankciók miatt csak kevesen tudnak segíteni. Solymári Dániel, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi programjainak vezetője a helyszínen van. Szerbusz, üdvözöllek! Jó estét kívánok, és szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is. Hol vagytok most pontosan, és honnan és mikor érkeztetek? Jelenleg a sivatag közepén, Aleppo felé autózunk a sötétben. Latakia városát hagytuk néhány órával ezelőtt a hátunk mögött, ahol elindítottuk és koordinatíve segítettük a mobil orvosi egységeinknek a működés beállását az egyes kárhelyekhez közel, és ugyanezt fogjuk duplikálni Aleppóba, ahol még súlyosabbak a károk. Mik ezek a mobil orvosi egységek, és hogy kerülhettek a helyszínre? A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat hosszú évek óta működik Szíriába, és Aleppóban a háború alatt 2015-18-19 között volt egy összetett egészségügyi programunk, aminek elemei voltak mobil orvosi klinikák, mobil orvosi rendelők, ezek rendes mentőautók, így lehet őket egyszerűen elképzelni, illetve olyan konténeres megoldások, amelyekbe már komolyabb, szinte műtéti beavatkozásokat lehetővé tevő orvosi segítséget tudnak nyújtani a helyi kollégák, melyek itt a görögkatolikus egyházhoz tartoznak, és ezeket az eszközöket mobilizáltuk és irányítottuk át Latakiába és Aleppóba. Milyen körülmények fogadtak benneteket a helyszínen? Hát nehéz szavakkal leírni, annyira borzasztó, ami itt van. De Szíria még egy szankciós ország, leszámítva mondjuk libanoni és egy-két környékbeli országnak a segélycsapatát. Tulajdonképpen nemzetközi segítők, nemzetközi keresők nincsenek. Ugye a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nem a kárhelyeken történő mentésben vesz részt, hanem az kiegészítő egészségügyi ellátásba. Jól lehet, mi is bekapcsolódtunk kollégáimmal egy-két kárhelyen a mentésbe. Egyszerűen elkerülhetetlen és óhatatlan az ilyen spontán helyzet. De alapvetően az elkeseredés borzasztóan nagy, az embereknek a fájdalmát nem nagyon tudom szavakkal leírni. Sokan rekedtek ott is a romok alatt? Igen, Latakiában 30 ezer ember érintett, Aleppóban a néhány perccel ezelőtti hírek szerint 60 ezer ember érintett a földrengésbe. Ebbe természetesen bele kell érteni azokat is, akik, most tegyük idézőjelbe, mindössze a otthonuk, okat veszítették el, ami persze hát aminél rosszabbat el lehet képzelni, de nem sokkal van. Hiszen azért gondoljunk bele, hogy fagypont alatti az éjszakai hőmérséklet, a háború 2010-ben kezdődött háború szerkezetére nagyon meggyengítette az épületeket. Egyszerűen még az álló egész talpon lévő épületekbe sem mernek visszamenni az emberek, félnek tőle, félnek attól, hogy éjszaka vagy akár a nappal során összeomlanak ezek, úgyhogy az emberek az utcákon, kocsikba, híd alatt töltik, nem csak az éjszakát, hanem a nappalokat is, de hát a hőmérséklet, mint mondtam, fagypont közeli vagy fagypont alatti, ma éjszaka, egész éjszaka ömlött az eső, úgyhogy teljes a kétségbeesés, és valóban nagyon nehéz azt a képet szavakba önteni, amit várt minket. Ha nincsenek segélycsapatok, segélyszervezetek, akkor kik keresik a romok alatt rekedteket? Mint említettem, azért a libanoni hadseregnek is itt vannak segítői, és hát azért a Vörös Félhold szervezete aktív, de azért úgy képzeljük el ezeket a kárhelyeket, hogy ilyen kalákába, szomszédsági módon történik a helyi lakosoknak a kézből kézzel adogatott segítsége. Tényleg fizikai erővel pakolják egyik tömböt a másik után, és próbálnak saját erőből helyi képességek sajnos hiányába, helyi motorikus hiányába, fizikai erő bevetésével valahogy úrrá lenni a helyzeten, ami borzasztóan lassú, és hát nagyon-nagyon nem hatékony természetesen. Sajnos a szír helyi igazgatásnak a
a szakszolgálatai nem bírják ezt a munkát, nem bírják a kapacitásaikkal azt a sok kárhelyet, hiszen akár Latakiában, Aleppóban is nem egy kárhelyről beszélünk, hanem jól lehet vannak városrészek, amelyek érintettek, de sokkal jellemzőbb az, hogy lakótelepek, házak, egyes egyéni, egyedi házak omlottak össze, és hát tényleg a földdel a porig egyenlővé. Ha. Sajnos a kapcsolat itt Solymári Dániellel, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi programjainak vezetőjével megszakadt. Egyébként annyira korlátozott az elérhetőség Szíriában, hogy ezt a rövid beszélgetést is csak hosszas próbálkozás után tudtuk megvalósítani.